csökkennek a GDP arányos nyugdíjkiadások a következő években, de 2030 után állítólag megfordul ez a trend, és emelkedő pályára kerülnek, legalábbis ez áll a konvergencia programban. A legfrissebb program továbbra is 65 éves korhatárral számol 2022-től. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek klubszövetség elnöke a vendégünk. Mindjárt beszélgetünk, előtte mutatunk most önöknek egy összefoglalót. Az öregségi nyugdíjkorhatár 2022-ig fokozatosan 65 évre emelkedik a legfrissebb konvergencia program szerint, írta meg a napi.hu az Európai Uniónak benyújtott friss dokumentum alapján. A GDP arányos nyugdíjkiadások a kalkulációk szerint 2030-ig csökkennek, aztán emelkedőre kerülnek. A tervezett menetrend szerint 2020-ban a GDP 9%-át viszik el, szemben a 2016-ban mért 9,7%-kal. 2030-ra tovább csökken a mutató, mégpedig 8,4%-ra. Majd növekedés várható. 2040-ben a GDP 9,4%-át költi a nyugdíjakra Magyarország, 2050-ben 10,6%-át, 10 és 20 évvel később pedig 11% fölé mehet a mutató. Hegyesiné Orsós Éva az utolsó mondatnál azt mondta, hogy Hát igen, mert a nyugdíjasokat őszintén szólva az érdekli, hogy itt és most mi van, és születnek-e olyan döntések, amik a helyzetükön változtatnak, ugyanis mi azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban olyan döntések születtek, illetve leginkább nem születtek meg, amik a nyugdíjasok helyzetét rontják. Tudnélik, nagyon sokan rendkívül alacsony összegű nyugdíjat kapnak. Ez azt jelenti, hogy 80 ezer forint alatti összegből élnek havonta. Mit jelent az, hogy rendkívül sokan? Mekkora százaléka? Több százezer emberről van szó, és ez akkor is igaz, hogyha az elmúlt időszakban, én magam is megdöbbentem, hallottuk Rétvári Bencétől, hogy csökken az alacsony nyugdíjjal rendelkezők száma. Ez is igaz? Ugyanakkor? Azért, mert meghalnak, és ez rendkívül cínikus megjegyzés. Ennyi? Hát azért, mert gondoljunk csak bele, hogyha valakinek 60-70 ezer forint a havi nyugdíja, ott tényleg dönteni kell arról, hogy mit tegyen, hogy a rezsiköltséget fizesse ki, gyógyszert váltson ki. Tehát, nem mondja komolyan, hogy az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok csökkenése az ennyit jelent, hogy ők meghalnak. De igen, abszolút ezt jelenti. Én is megdöbbentem, tehát nem csodálkozom azon, hogy ön is megdöbben ezen, de ha belegondolunk, akkor tényleg az a helyzet, hogy annak van nagyobb életesélye, aki egy adott helyzetben könnyen dönt egészséges életmód mellett, van lehetősége jó minőségű egészségügyi ellátást igénybe venni. Hadd kérdezzem arról az alapfontos kérdésről, igen, hogy értsük, ugye egy ilyen rövid beszélgetésben, igen, számokkal, igen, százalékokkal, nagyon nehéz megértetni egy témát, hogy két érdek van egyszerre. Az emberek méltó idős élete, igen, és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Igen. Azzal a jelenlegi rendszerrel fenntartható a nyugdíjrendszer? Működne akár jobban, mint sehogy? Nagyon egyszerű választ tudok erre adni, mert simán mondhatnám azt, hogy nem tudom, ugyanis az a helyzet, hogy 2010 előtt éveken keresztül működött egy nyugdíjkerekasztal. Ennek a nyugdíjkerekasztalnak kiváló szakemberek voltak a tagjai, és ott voltak a kormány, a Nemzeti Bank, a legkülönbözőbb intézményeknek a képviselői is. Ilyen szakmai fórumról én magam nem tudok, de egyébként én attól tartok, hogy más sem tud, nem folyik érdekegyeztetés. Tehát nyilván mi azt tudjuk megfogalmazni, hogy a nyugdíjasok életminősége romlik. Részben azért, mert a legalacsonyabb összegű nyugdíjasok érdekében nem születnek döntések, másrészt pedig azért, mert az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy a nettó béremelkedés 10-12%-os, ezzel szemben a nyugdíjak infláció követőek, tehát az azt jelenti, hogy 2,5-3%-os az emelkedés. Tehát könnyen belátható, hogy mekkora különbség van az aktívak helyzete, ahol szintén nyilvánvaló egy átlagot mondtam, és a nyugdíjasok helyzete között. Uh-huh. Tehát elindult a nyugdíjasok elszegényedése, és amikor átlagot fogalmaznak meg, és azt mondják, hogy hát 133 ezer az átlag nyugdíj, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szám semmit nem mond a nyugdíjasok helyzetéről, ugyanis 2013 óta
nincs nyugdíjplafon, tehát elképesztő számokkal találkozunk, bár nem könnyű ezekhez hozzájutni, emelkedik az 5-600 ezer forinton fölüli nyugdíjak száma, sőt, az 1 millió forinton fölüli nyugdíjak száma is rendkívül gyorsan emelkedik. Elhanyagolható kisebbség az, aki ilyen összeget kap? Nem elhanyagolható kisebbség, hiszen mi azt láttuk, hogy 2017-ben még az egyik média perelte ezeket a számokat, és akkor azt láttuk, hogy már egy éven belül is duplájára emelkedett, és 1000 körül volt, és ez volt 2017-ben. Tehát nyilván minél távolabb kerülünk a 2013-tól, annál több ember megy ilyen összegű nyugdíjjal el. Arról a hírről mit gondol, amit Varga Mihály pénzügyminiszter mondott, komoly növekedési tartalékokkal rendelkezik a magyar gazdaság. Kitart a 4% fölötti gazdasági növekedés mellett? Nincs félnivalójuk a nyugdíjasoknak, a következő 4 évben is járhat a nyugdíjprémium. Hát a nyugdíjprémium összege a jelenlegi szabályozás mellett rendkívül alacsony összeg. Tehát az, hogy egy évben a rendkívül jól működő gazdaság eredményeiből egy nyugdíjas kaphat 10-12 ezer forintot, hát azt ki lehet számolni, hogy a havi 1000 forint az nem egy olyan jelentős összeg, hogy befolyásolna az életminőségét. És ehhez hozzátartozik az, hogy akinek 80 ezer forint alatti az a nyugdíja, az még kevesebbet kap arányosan. Tehát ha igazából jól működik a gazdaság, akkor 2009-ben a Bajnai kormány alatt meghozott törvényhez itt az idő, érdemes lenne hozzányúlni, és például nem azt mondani, hogy a 80 ezer forintos nyugdíj az a viszonyítási szám, ugyanis az a helyzet, hogy ugye 3,5% fölött kell, hogy teljesítsen a gazdaság ahhoz, hogy kifizethető legyen, és a hiánycélt teljesíteni kell. Tehát, hogyha mondjuk 4%-ot teljesít, akkor a különbözet 0,5%, és ezt kell szorozni a nyugdíj 1/4-ével, de maximum a 80 ezer forintos nyugdíj 1/4-ével, tehát 20 ezer szorozva 0,5-del. Tehát ez egy rendkívül alacsony összeg, ettől a nyugdíjasok életminősége semennyit nem fog javulni. Miért van az, hogy nem látjuk? Olyan közhelyes kérdés. A tömeges felháborodást. Most először lepődtem meg, a nyugdíjasok aláírásgyűjtésbe kezdtek, mert hiszen nagyon sok olyan tiltakozás van utcán is, ahol a nyugdíjasok ott vannak, de nem a saját érdekükben lépnek föl, hanem a pedagógusok. A többi közügy érdekében, igen. Mi egyébként a szolidaritásnak hát egy nagyon fontos feladata. Nagyon fontos, de most először a Nyugdíjasok Országos Képviselete irányításával egy aláírásgyűjtés indult. És ebben az aláírásgyűjtésben megkérdezik a nyugdíjasokat arról, hogy egyetértenének-e azzal, hogy a nyugdíj emelésnél az infláció mellett a nettó béremelkedést is vegyék figyelembe. Ez értik az emberek egyébként ezt, amit mondott? Én rengeteg időt egyszerűbben van megfogalmazva, de ez a dolognak a lényege, hogy ne csak az inflációt vegyék figyelembe, hanem azt is, ahogyan a bérek emelkednek. Tehát ugye ez a svájci ez a klasszikus indexálási 2009 így van. Előtt, igen. Tehát a lényeg az, hogy mi azt látjuk, hogy rendkívül nagy a nyugdíjasok körében az érdeklődés, mert szeretnék aláírni. Mi a célja ennek a petíciónak? Hát amennyire én tájékozódtam az, hogy a kormány tárgyaljon, mert tarthatatlan, el kell mozdulni az infláció követő nyugdíjemelést. De a kormány rettentő elégedett. A most benyújtott, az Európai Uniónak frissen benyújtott konvergencia programban minden tervét megerősíti, a GDP arányos nyugdíjkiadások kicsit lemennek, de aztán nagyon felmennek. Lát elmozdulásra lehetőséget? Megmondom. És ugye ragaszkodik ahhoz is, hogy a bérkövető nyugdíjrendszer nem lesz fenntartható, ráadásul nyugdíjba mennek a ratkó gyerekek. Én egy szervezetnek az elnöke vagyok, aki naponta találkozom nyugdíjasokkal. Naponta találkozom drámai helyzetekkel.
soha nem tapasztaltam azt, hogy akkor, amikor az idősügyi tanács ténylegesen működött, amikor ott ültek a nagy nyugdíjas szervezetek vezetői, akkor a nyugdíjas szervezetek vezetői lehetetlen követelményekkel álltak volna elő. Én azt gondolom, hogy a tárgyalás elemi érdeke a kormányzatnak is, mert nem jó, hogyha egy ekkora társadalmi csoport elégedetlen. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy számokat kellene látnunk, világosan kellene látnunk, hogy mit jelent ma az, hogy nyugdíjas szegénység, és világosan kellene látni azt is egyébként, hogyha egy több mint 2 milliós társadalmi csoport elszegényedik, annak a gazdaságra, a társadalom egészére milyen hatása lesz, mert itt nem csak a nyugdíjasokról van szó. És nem csak az a szempont, hogy fenntartható-e a nyugdíjrendszer, ahogy ezt szoktuk kérdezni, hanem azt, hogy a közös élet. És az emberi minőség, az emberi élet, igen, az együttműködés egy társadalomban is. És ez mindig politikai döntés kérdése, hogy mire adunk pénzt, mire költünk. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy van mozgástér, erről tárgyalni kellene. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.